Sziasztok, és nagy szeretettel köszöntelek titeket a Centrum Sakiskola YouTube oldalán, Juhász Ármi, nemzetközi mester vagyok. Fokozódik a Kárzen és Hans Niemann közötti feszültség, a botrány egyre nagyobb és nagyobb, tegnap az internet világa felrobbant. Magnus Kárzen feladta a partit a második lépésben, ezzel a feszültség egyre csak fokozódik. Nézzük meg, hogy pontosan mi történt. Egy internetes rapid verseny során ugyanabba a csoportba került ugye Hans Niemann, aki hát csalással volt vádolva a korábbi partikba, bár ez így teljesen nyíltan nem lett kimondva, de nagyon sokan így gondolják, szerintem Magnus Carlsen is, és emiatt Magnus Carlsen úgy döntött, hogy most sem fog vele játszani. Na nézzük meg, hogy hogyan alakult ez a kemény kettő lépéses parti. d 4 nyitott Hans, Kárzel Huszáre ot lépett, és pár másodperc gondolkozás után így C4-et lépett Hans Niemann. Arra gondolok, hogy esetlegesen a Huszár C3 D5 futó F4 változaton gondolkozott a Rapport Jobava támadáson, amiben ő szakó, szakértő, de itt most nem ezt választotta, hanem ezt a C4-et, ami a legstandardebb lépés, ez az indiai megnyitásoknak az alapállása, és sötét itt dönthet, hogy E6-ot lép, G6-ot lép, C5-ot lép, ezek talán azért a legbevettebb lépések, de ehhez képest egyiket sem választotta Takázen, hanem pár másodperc gondolkozás után Feladta a partit, ezzel tiltakozva tulajdonképpen a csalás ellen, de semmi más nem mondott, kilépett a videóból, majd várta a következő forzulót. Na most ez egészen megdöbbentő, ez az egész történet egészen megdöbbentő. Ha esetleg valaki nem tudja, hogy mi történt az ő előző partjukban, akkor nézze vissza a videót. Itt meg fogjátok találni a leírásban a pontos linket, amiben már erről beszéltünk. És ti is többen kérdeztétek, hogy mi a véleményem erről. Na most várható volt, hogy itt lesz valami, Nakamura is ezt nyilatkozta a mérkőzés előtt, hogy itt valószínűleg lesz valami kis konfliktus, de én arra gondoltam személy szerint, hogy Kazen nagyon összeszedi, és úgymond magát, és úgymond nagyon-nagyon megveri, ezzel megleckéztetve Hans Niemann, aki valószínűleg egy online partiban nem csalt volna, bár sosem tudhatjuk és ehhez képest ugye rögtön feladta, ezzel ugye Kárzen nyilván a verseny táblázatból is egy picit hátrébb lépett, az amerikai játékos meg egy picit előrébb. Hogy jól tette? Hát szerintem összességében nem, mert ez a saknak a megcsúfolása, mi nézők azt szeretnénk, hogy jó partik szülessenek, természetesen nagyon örülnénk, hogyha a csalók le lennének buktatva, de egyelőre még nincsen bebizonyítva az, hogy Hans Niemann csalt. Az előző videónk óta konzultáltam egy-két nagyobb játékos, egy-két él magyar nagymesterrel, és mindenkinek az a véleménye, hogy csalt, de pontosan nem tudják, hogy hogyan. Ezek különböző, hát érdekes hogy is mondjam, teóriák fölvetődtek. Nem tudom, hogy ennek lehet-e hinni, de ez mindenképpen gyanús, és az, hogy Kárzen rögtön feladta, ez nem azt jelenti, hogy kétségei vannak a felül, hogy csalás történt -e vagy nem, hanem ez azt jelenti, hogy szerinte biztosan csalás történt az előző partiban, és egy csalóval ő nem fog játszani. Na most azóta újabb és újabb események születtek, például vannak olyan algoritmusok, amik kimutatták, hogy Hans Niemann nem csak kétszer csalt az interneten, hanem több partiban is, csak volt, hogy nem bukott le, és ezt tudják Pontos számokkal is bizonyítani, így ez a botrány egyre csak fokozódik. De hogy ez jó-e a sarkozásnak, ebben egyáltalán nem vagyok biztos. Azt gondolom, hogy tisztességre van szükség, és a másikat, az ellenfelet meg kell becsülni. Persze, azt gondolom, hogy Hans Nimannak a e, megítéléséhez és az egész karrierjére ez rá fogja nyomni a bélyeget, tehát valószínűleg olyan verseny már nem lesz, ahova Hans-t is meghívják, meg kárzen is meg fogják hívni, mert egyszerűen Kárzen nem fogja elfogadni a meghívást, illetve beszélni fog a szervezőkkel, hogy Hans ne jöhessen. Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok erről az esetről. Ez csak egy gyors bejelentkezés volt, hogy megmutassam ezt a hosszú, kettő lépéses partit. Írjátok meg, hogy ti mit tettetek volna Kárzer helyébe. Szerintetek azóta történt-e bármilyen teória, ami igaznak e, ítélkezik, illetve szerintetek le fog-e bukni még Hans Niemann csalás miatt. Köszönöm, hogyha megírjátok, köszönöm, hogyha lájkoljátok a videót, és hogyha nem szeretnétek lemaradni ezekről az érdekes videókról, akkor ne felejtsetek el feliratkozni. Hajrát Centrum Sakkiskola, és legközelebb Richards kombinációkkal folytatjuk tovább. Sziasztok!